A Peac együttesét fogadta hétvégén Hévíz kézilabda csapata. A kézilabda szövetség járványügyi intézkedéseinek megfelelően csak védettségi igazolvány birtokában léphetnek be a szurkolók az U16-os korcsoport feletti bajnoki mérkőzésekre, valamint a játékosoknál is szigorítottak, 16 éves kor felett csak az oltottak léphetnek pályára október 11-e óta. Hazai gólnyitottal találkozót majd hamar előre tettek szert a tabellát vezető pécsiek, akik tavaly kis hián fel is kerültek az NB1 B-osztályba. Az 5. percben 1-4 volt az állás, majd a 15. percre már 6 gólra nőtt a különbség, 6-12. Az első játékrész 9-18-as eredményt hozott. Teljesen más kategória, tehát 20-25 játékosból tudnak válogatni, látjuk, hogy más az iram is, más a készség is. Nem elég, hogy még kevesen vagyunk, még ugye egy sérülés is történt. Ugye a Vikinek, a Burkhardt Vikinek eltörött az ujja Nagyatádon, tehát ő 3-4 hétre biztos, hogy kiszállt. Ifistákkal pótoltunk, tehát nem titok. Két játékosnak még kikértük a játékengedélyt, aki ifista. A hévíziek tisztességesen végigharcolták a második játékrészt is, ennek ellenére a gólkülönbség egyre nőtt a pécsiek javára. A félidő 15. percére 15-24 volt az állás. Minden igyekezet ellenére sem tudtak szorosabb végeredményt kialakítani a hazaiak. Végül 18-32-es vendéggyőzelem született. Sajnos sérülések nehezítik a felkészülésünket, valamint a létszámban is még mindig nagyon kevesen vagyunk. Megmondom őszintén, azért azt hittem, hogy ennél egy kicsit nagyobb ellenállást tudunk tanúsítani a Pécs ellen. Az ifistákkal ismét bővült hévízi csapat hazai pályán legközelebb október 30-án szombaton lép pályára. 14 órától a Nagykanizsa együttesét fogadják.